Hadik Andrást Mária Terézia leghűségesebb huszárjaként tartják számon. A császárnő bizalmasa és magyar politikájának egyik fő képviselője volt. 1771-ben neki ajándékozta a Futaki kamarai uradalmat a hozzátartozó 6 településsel. Ő telepítette Moldvából Bukovinába a 6 kötelezettség elől menekülő székelyeket. A Sándor egyházi Csernik János ősei 1883-ban települtek le az akkor Nagy György falvaként emlegetett településre. Tavaly október 29-én egy kirándulás alkalmával a Sándor egyházi egyesület, Bonás Sándor Magyar Hüvelyes Egyesület tagjai már voltak itten, megkoszoroztuk Hadik András emléke lemezit, azért már akkor tudtuk, hogy ő nekünk fontos, és fölkerestük abból a szempontból, hogy a többi tagjával is megismerkedtük ezt a helyet, és fölkerestük a Futókot. A grófot a Futaki katolikus templom kriptájában temették el. Az ott lévő emléktábla megkoszorúzása után az újvidéki Európa kollégiumban folytatódott az ünnepi program, ahol a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa és a Magyar Nemzeti Levéltár történésze tartott előadást. Hadikról elsősorban katonaként szoktunk megemlékezni, ugye Berlin megsarcolása a legnevezetesebb tette, de Hadik több más formában is szolgálta a birodalomat, ezen belül pedig Magyarországot. Így például volt Buda kormányzója, volt Erdélyben is vezető pozícióban, de például 1772-ben Lengyelország első felosztásánál Galícia, illetve Ladomíria vezetője is volt. Fontos, hogy a vajdasági magyar identitásban központi szerepe legyen Hadik Andrásnak, hangsúlyozta a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának kultúrával megbízott tagja. Célunk a megemlékezés megszervezésével, hogy a vajdasági magyarság identitását erősítsük, hogy hagyományápoló szándékkal az újvidéki magyarságnak egy olyan ünnepet, megemlékezést hozzunk létre, amely tulajdonképpen a múltból táplálkozva, a jelent erősítve a jövő felé fogja irányítani a figyelmüket. Az ünnepi műsorban felléptek a Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ táncosai is.